Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Cifika, a Dóci Géniusz. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Itt most itt csöndben hullámzik Fifika is, meg én is, hogy visszatért Krisztián. Még beszélek, hogy előjönnek az emléket a hangon. Emlékeztem. Emlékszünk, Krisztián, elfelejtettél minket, sútba dobtál minket. Sokszor elmondtuk a neved. Nagyon jó helytáltatók, hallgattam a múltkori adást. Jaj, nekem hiányérzetem volt végig. Kellett volna, hogy itt legyen a mély búgó baritonod, és a megfelelő helyeken, megfelelő keménységgel és elszántsággal odacsapjon a WHO arcába. Hát pedig itt ezek a hetek abszolút a WHO-ról szólnak. Kezd már egy picit ilyen háborús hangulat lenni, nem? Én szappanoperát mondtam volna. Nekem inkább az orosz-ukrán konfliktus jutott az eszembe erről az egész WHO történetről. Hát nyilván különbözőek vagyunk. Az a baj, hogyha egy ekkora gorilla, mint a WHO megbolondul, akkor ráncsa magával az összes többi idiótát, és ezt lehet hallani, mert az elmúlt két hét nem csak a WHO-ról szólt, hanem a közegészségügy tisztségviselőiről is, tehát ott aztán a keresztüzet is leszedik róluk, most mindenhol, minden blokk foglalkozott velük, és a saját kis szemszögéből elemezgette, hogy mégis kik ők, mik ők, miért csinálják, és hogyan van egyáltalán az egész. Törtelen. És egyébként mi történt veled múlt héten, hogy te sem voltál itt közöttünk? Hogy bírtad? Hát nehezen, nehezen, nagyon hiányzott. Benéztem azt a szerdát sajnálatos módon, itt csapkoztunk a napokkal, és aztán elfelejtettem róla, hogy nekem... Már hogy azt a szerdát, ami csütörtök volt. Melyik csütörtökre gondolsz? Én már nem tudom, mert már két hét is gondolsz, és akkor a káosz van itt nálam mostanában, hogy teljesen most semmit nem tudom. Ajánlanám akkor neked figyelmedbe a Project Management kézikönyvet és azt a nagyon jó kis cikket, amit minap olvastam, bár nem friss, de egy vasárnapi ebédnek a projektmenedzsmentje van a családi oldalról megközelítve. Ha gondolod, majd neked átküldöm a linket, mert az úgyis erős off-topic, de jó pofa dolog. Történet, 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 történet. Nem történet az jó. Na jó, van, hát amíg mi kőkeményen melóztunk múlt héten, addig te gondolom csak a haverokkal bulisztál és részegen fetrengtél az Andrássy úton. Persze, teljesen a mézzel folyó haverok buli és fanta volt. Milyen pont. Pont így. Mi van nálad, lakásfelújítás? Félig, félig, igen. Már hogy a Kinga felét fölújítják, a tiedet meg nem? Vagy csak deréktől fölfele? Vagy te nem érdemled meg? Ez egy nagyon bonyolult történet, hogy a Nagy Lebowski-ból idézek csomó bevét, csomó kivét, úgyhogy majd egy fasör mellett elmesélünk. Lehet, hogy a hallgatók is kíváncsiak lennének rá, hogy hogy alakul a... Illetve Béla valószínűleg menne festeni. Ennyi? Én például nagyon jól tudok burkolni. Díszítő burkol az eredeti szakmám, tehát egy ilyen római kori fürdőszobát, hogyha gondolsz magadnak, apró stif mozaikkal. Ez pont illik a stílusomba. Azt hittem, azt mondtad, hogy későn szóltál, bakker, már kész a fürdő. Már kész a fürdő. Nem, alapvetően arról van szó egyébként, hogy nagyon sürgősen meg kellett csináltatni az erkét, mert áztatta el a felet, mint kiderült, nem volt jó a szigetelése. És hogy az időben pont akkor esett, amikor jöttek a nagy esők. Úgyhogy ilyen nagyon elnyújtott rétes tiszta jelleggel tud csak haladni a történet, de most már abszolút a finisben vagyunk. Hát nálunk a minap szétégett a lévő. Mi ez? Minek hívják ezt? Charlie, a betáp vezeték szétégett. Ez tök jó fej vagy, úgy mondod, mint hogyha én villanyszerelő lennék szakmámat tekintve. Hát de végül is tudod, mindegy, hát IT is az olyan,
Ott is van Így van, 220 így van. villanyszerelő, értesz 220. hozzá. Jó van. Jó. Engem is azzal szoktak fölhívogatni a kórházba, hogy nincs áram. Ja, de hát nem működik a számítógép. Azt mondom, rendben van, csak előbb akkor villanyt kéne oda csinálni, vagy valami. Vagy tartsa vissza a levegőt. Tartsa vissza a levegőt. Addig. Nem csak így, hogy ezek az esőzések azért tudnak gondokat okozni. Ez Hát jutott az igen, az. eszembe. Na, lépjünk túl a saját nyomorunkon, és nézzük az első cikket, amit Krisztián rakott be a show notes-ba. Igen, ezért a wall of textért engem lehet majd szídni, és hogyha senki nem mondja azt, hogy nem, akkor én ezt beolvasnám. Do it. Hát úgy tömörítve, mert ahogy néztem a cikket, szerintem mindannyiunknak lesz hozzáfűzni valója. Hát tömöríteni nem tudom. Jó, hogy gyorsan akkor gyorsan mondja. Igen, az elmúlt egy hét az úgyis a blogposztok fordításáról szólt, és Lorian Jolly, aki a Twitteren Cerulean C néven fut, ő egy brit vaper, blogger és édesanyja, ő is hozzáfűzte a maga kis hozzáfűzni valóját a közegészségügy emberkéihez, és írt egy blogposztot, ami nekem nagyon megtetszett, hogy én megosztanám a fordítását a közzel is. Posztjának a címe az az, hogy a legyűrhetetlen béka, vagy miért nem fog minket megállítani a közegészségügy. És kezdem. Általános téma mostanában a közegészségügy képviselőjének górcső alávétele, így én is hozzászólnék egy másik szemszögből megközelítve azt. Clive fantasztikus írása arról szólt, hogy a közegészségügynek miért kell felülvizsgálni a közhöz való hozzáállását, Joe pedig kifejtette az eltéréseket a között, amikor mi tömörülünk egységbe, és amikor a közegészségügy tesz ugyanezt. Én arról fogok beszélni, hogy miért is voltunk kezdetben módosak, majd bosszúsak, kicsit meghökkentek, most már pedig szintén piszkosult, felháborodottak. A jobb érthetőség kedvéért, ez vissza kell térnem azokhoz az időkhöz, amikor még nem voltunk vaperek. Az lesz a legegyszerűbb, a saját magunk történetét használom példaként, lévén jól ismerem minden részletét annak, ami velem történt. 12 éves koromban kezdtem dohányozni. Természetesen tudtam, hogy dohányozni nem jó, és hallottam eleget, ahogy anyám, apám, hogy nyúzta, hogy hagyja abba a bagózást. Az se fogadott volt, hogy apám nem dohányozhatott a lakásban. Így 12 éves koromban nagyon jól tudtam, hogy a bagózás van olyan rossz szokás, hogy mások társaságában nem üzheted. Természetesen ettől függetlenül dohányozni kezdtem, és folytattam is valamivel 34 éves korom után. Ez 22 év dohányzás, de az egyszerűség kedvéért kerekítsük a 23-ra. Most 36 éves vagyok. Ezek szerint az életem kétharmadában büdös magós voltam. A társadalom erre nap mint nap emlékeztetni próbált, egyre jobban korlátozva a béli szabadságomban, hogy jól jutatok rá. Biztosan nem én voltam az egyetlen dohányos, akinek felkavarta a gyomrát, a sok újságcikk arról, hogy a dohányos örökbefogadó szülőket el kéne tiltani az örökbefogadástól, nehogy már biztonságot és szeretetet adhassanak egy sérülékeny gyereknek, pusztán mert néha rágyújtanak. Szülőként ez eléggé félelmetesen hangzik. Elítélik majd a dohányos szülőket is. Egy nap majd azt mondják, hogy el tudom venni a gyerekem, mert néha kimegyek a kertbe elszívni egy szál cigit. De a helyzet ennél sokkal durvább volt. Konkrétan dohányfüstben dolgozódó szörnyű szülők mutattak reklámokat, hogy a társadalom egy picit még jobban utálhasson, ahogy a tévé győzködi őket, hogy milyen visszataszító anya is vagyok én. Az emberek nagy része már amúgy is lenéző mosolyjal tekintett rám, a vevők a munkahelyemen rendszeresen beszóltak, hogy miféle rossz szokás tűzök, hogy tönkreveszik a bőrömet, öregít és ronda vagyok tőle. Egészen személyes kedvű, bántó dolgokat vártak a fejemhez. Nem ismertem ezeket az embereket, hogyan jönnek hát ahhoz, hogy rondának nevezzenek, mert de nem, rettentő gyakoriak voltak ezek a beszólások. Ha épp nem jutott eszükbe valami személyeskedő szöveg, akkor beérték annyival, hogy tudod, hogy rosszat tesz, ugye? Hát, ha véletlenül egyetlen reklámmal, poszterrel, óriás plakáttal vagy dolgáló megjegyzéssel sem találkoztam eddig, és véletlenül dohánylevélre cseréltem a napi 5 zöldség és gyümölcs adagomat. Hova most már ostoba is voltam. Hogy összefoglaljam, ostoba, ronda, egyre rondább, rossz anya és büdös voltam a társadalom szemében. Aztán jött a munkahelyi dohányzás tilalma, én pedig átálltam a sorra, és úgy tekergettem a következő szállamot a pihenőm előtt. Emlékszem egy nőre, úgy nézett rám, mint a valami elképesztő gusztustalan bőrök látnak, közben a tökéletes kis hengeremet formálgattam, olyan tekintete volt, hogy hátra jöttem tőle. Ennyire furán még sosem nézett rám senki. Nyers, hamisítatlan megvetés, pusztán megsodoltam egy szál cigit. Talán még akkor sem nézett volna ennyire rondán rám, aki húzok egy csík kokaint az asztalra, vagy elkezdek egy épülén átkeresni akarom. A 2007-es tilalom után aztán csak rosszabbodott, ahogy az emberek kezeltek. A reklámok egyre agresszívebbek lettek, a passzív dohányzáshoz szóló üzenetek szintén. Illetem ronda, büdös, ostoba és rossz szülőből egy csapás veszélyes is.
Ha nem vagy vaper vagy dohányos, képzeld el egy pillanatra, hogy milyen lehet mindez. Életed kétharmadát úgy tölteni, hogy így kezdenek, úgy tekintenek rád. Emlékeztek arra a balszerencsés nőre, aki felgyújtotta az oxigén csövét egy öngyújtóval? Keressetek rá, olvassátok el a kommenteket, és nézzétek meg, hogyan áll a dohányosokhoz a közvélemény. Az a marú gyűlölet, az nem semmi. Szerencsétlen nő szörnyű hibázott, miközben még mindig altatás hatása alatt állt, és mit mond erre a közvélemény, az, hogy megérdemelte. Miért is? Mert dohányos. Muszáj megjegyeznem, hogy nem értek velük egyet. Úgy gondolom, hogy egy csoportot ennyire elvetemült módon befeketíteni, ahogy azt a dohányosokkal tették, embertelen és erkölcstelen. Ellenben tény, hogy amikor átértem az elcigizésre, úgy gondoltam, hogy ettől a megbélyegzéstől végre megszabadultam. Nem vártam, hogy az emberek egy csapásra újra elfogadjanak, vagy megerősítsenek abban, hogy igen, mire emberből vagyok én is, de azt hittem, hogy a baszogatásoknak vége szakad. Hát nem szakad, hogy őszinte legyek, még rosszabb lett a helyzet. Nyugodtan tegyétek fel a kérdést magatoknak. Egyébként ez hozzáteszem is csodben, hogy az egész a közegészségügy képviselőjének szól. Tehát ők nyugodtan tegyétek fel a kérdést magatok. Miért is vagyok én dühös? Miért is dühös annyi egyszig is? Megpróbáltunk megszólítani titeket. Írtunk nektek, e-maileztünk nektek, és tweeteltünk. Nagy évben letoljtátok. Fizetős tartalomként publikáltok cikkeket, amelyekben lejárattok minket külön mindenféle vádakkal és alig burkolt utalásokkal, hogy mit is tett velünk a dohányipar, és hogy a történelem megismerje magát. Hazugságnak nyilvánítottátok a személyes élményeinket. Kiálltok az emberekkel, és azt állítjátok, hogy félniük kell tőlünk, pont mint a dohányosoktól. Azt állítjátok, hogy nem értünk el semmit, és arra teszitek a célszalagot. Most akkor dohányfüstmentesség, vagy a nikotinmentesség a cél. Arra használjátok a média megjelenés, hogy bizonyítékokkal alá nem támaszott a józanésznek ellenmondó. És mit tehetünk mi? Semmit. Nem reagálhatunk érdemben, nem tudjuk elmagyarázni, hogy miért olyan fontos nekünk a teljesodós elrétét. Hogy miért hiszünk abban, ami mellett kampányolunk, mert mi voltunk azok a dohányosok, akiket ti nem tudtatok leszoktatni. Amikor az egyetlen elérhető médiumon megpróbálunk veletek kapcsolatot teremteni, válasz nélküli letiltásra reakciót. Aztán előadjátok, hogy titeket támogatnak az elcigi fanatikusok és a dohányipar bérencei. Arra használjátok a nektek kölcsönzött szavai lehetőséget, hogy másokat meggyőzzetek arról, hogy nektek van igazatok. Végső soron mi csak függők vagyunk. Van róla akár halvány elképzelésetek, hogy mennyire sértő ez? Nekünk ez nem a munkánk, azért tesszük, amit teszünk, hogy életben tartjuk a mozgalmat. Mindezt ingyen tesszük, semmit nem kapunk érte cserébe, senki nem fizet minket. Titeket ezzel szemben megfizetnek, méghozzá azért, hogy a mi egészségünkkel foglalkozzatok. Fogjátok fel, ez nem elszigetelt személyes eset, nem új keletű, ez már azelőtt így volt, mielőtt ez az egészet elkezdtem volna, és az idő során egyre csak rosszabb lett. És mit tehetünk mi? Semmit. Nem pénzel minket senki, nem figyel ránk a sajtó, nincsenek hangzatos rövidítések a nevünkben, nincs befolyásunk. Minket nem véd a köztisztelete vagy az akadémikusok oda. Annyira hétköznapiak vagyunk, amennyire ez csak lehetséges. Viszont van valamink, ami nektek nincs. Tapasztalatunk és tudásunk arról, hogy milyen dohányosnak, majd vapernek lenni. Pontosan látjuk, hogy mitől működik, és mi az, ami tönkre tudja tenni mindezt. Próbálunk figyelmeztetni, hogy az irány, amit diktáltok, emberéletek elképesztő mennyiségében mérhető kárt okozni, de nem hallgatok ránk. És hogy miért is csináljuk mindezt? Nem azért, hogy a saját hátsóunkat mentsük. A leghangosabb és legaktívabb edzégisek tovább fognak vépelni, ha fejetek tetejére álltok akkor is. Önellátóak tudunk lenni, ez ellen nem tehetek semmit. Azért tesszük mindazt, amit teszünk, mert ezen a szerencsétlen bolygón van több százmillió dohányos, akiktől igyekeztek elvenni azt a lehetőséget, ami nekünk megadatott. Mindez elfogadhatatlan bármely világban, az idős tér tetszőleges szelepében helytelen. Megtérítsünk embereket, hanem hogy titeket megállítsunk, mielőtt végképp elrettentenétek őket attól, hogy kipróbáljanak egy új biztonságosabb tevékenységet, ami akár az életüket menteti meg, de az a minimum, hogy javít a minőségét. Ez rossz dolog lenne? Egyáltalán nem, és pont ezt kellene nektek is tennetek. Azt is jól látjátok, hogy miközben velünk adakoztok, néhány kollégátok azért már elkezdett felbeszemmel nézni rá. Miért is vagyunk mi dühösek? Azt csináltuk, amit akartatok, és csak nem úgy, ahogy ti szerettétek volna, vagy mert ti akartátok, de ti továbbra is minket műszeroltok. Különbség annyi, hogy ezúttal már személyesen hazudoztok rólunk. Itt a vége. Tök jó lett volna, csak sokszor-sokszor megakadtál, és akkor pörgött a hang. Meg... Az a levegőt kell vennem, ember. Nem úgy. Nem. A stream. Jó, hogy a Skype. Igen. Kapcsolatban. De mindegy. A lényeg átjött szerintem. Ugyanazon ment át ő is, mint amin mi, és ő egyszer leírta azt, amit érez, mi ezt minden héten elpofázzuk, hogy mennyire sehol nem érezzük magunkat például a társadalomban.
azzal a másik aspektussal, ugye, hogy ő dohányosként is leírta a véleményét az egészről, meg azt, hogy mikkel szembesült. Jó írás volt egyébként nagyon. Bár volt egy-két 18 karikás szó, de nem tudom, hogy ezt ő így írta le, vagy ez már csak a te Nem, ez csak a egy volt, és az a magyar magyar. igen, volt. az a szabad fordításod volt-e? Nekem tetszett egyébként, csak megint az a problémám, mindig az a problémám, hogy ez azok között, az emberek között kereng majd, mint a sivatagi homok, akiket ez érdekel, akiknek szól, azokhoz nem jut el, és el is megy a fülük mellett, ha esetleg eljut. Nem tudom, hogy Én hasznosnak gondoljátok. tartom ezeket, mert minden ember találkozik ellenérvekkel, meg kretének, akik meg tudják meggyőzni az ellenkezőjéről, és hát ha ez a sok mindenből megmarad egy kis tudásmód, ami megfelelő érveket, illetve érveket és ellenérveket tud az elcigisek kezébe adni. Ez például, ez ritkán kerül elő, ez a megfigyelés, de ez teljesen helytálló, hogy folyamatosan mozgatják a célra szaladó. Tehát ha megnézed, még az volt, hogy ne dohányozzál, dohánypüst, mindennek benne volt a nevében. Dohánypüstmentes egylet, anyám kénja együtt a dohánypüst ellen, és a többi a nem dohányzók védelmet. Tehát erről szólt az egész, hogy a dohánypüst már pedig rossz, erről a dohányzás rossz. És hogyha arra mozgatják a célszalagot, és most már nem elég bakker, hogy nem ereget magadból dohánypüstöt, és ennek az egésznek vége, most nikotin függőséget kell elpusztítani, mert éppen az az ördögtől való, és hogyha ezen is túl vagyunk, akkor mi az Isten lesz, fél lábon álljunk, vagy hogy? Hát ez abszurd, abszurd az egész, és hogy ezt meg is tehetik. Nekem az szúr szemet egyébként ezekben a megszólalásokban, hogy átvettük ezt a hülye szót, hogy közegészségügy. A közegészségügybe ugye az a nővér is beletartozik, aki nap mint nap a szart lapátolja, meg az az orvos, meg azok az emberek, akik gyakorlatilag alulról működtetik ezt az egész rendszert. Ugye nekem azért elég nehéz már ebben az országban mondjuk közegészségügyből újat mutatni, és itt igazából nem ezekről az emberekről van szó. Ezt egy párszor beszélgettem emberekkel, és ezt teljesen félreértették. Az orvosok nehezen, illetve nem akarnak kiállni az e-cigarettáért. Egyrészt, mert nem ismerik, egy-két elszigetelt eset azért van, házi orvos, tüdőgyógyász, aki felismerte ennek a dolognak a jelentőségét, de miután itt egy tekintélyelvű rendszer működik szinte mindenhol a világban, ezért nagyon nehezen fognak az e-cigi felé nyitni. A közegészségügy rabszolgái, illetve hát dolgozói, a nővérek, azok pedig csendben teszik a háttérben a dolgokat, és működtetik azt, amit szinte elképzelhetetlen működtetni. Tehát olyan forráshiányos az egészségügy mindenhol egyébként, ott is, ahol biztosítós rendszerek működnek, hogy sokszor egy-egy embernek a lelkiismeretén múlik az, hogy valaki meghal vagy nem. És nekem mindig az fáj, hogy amikor meghallom ezt a szót, hogy közegészségügy, akkor én látom ezeket az embereket is, akik abszolút vétlenek egyébként ebben. És itt gyakorlatilag pár nagy ágyúról van szó, akik hangadók a különböző országok közegészségügyi vezetőségében, vagy hát ők azok, akik ugye a WHO igájába beálltak és hangoztatják a baromságaikat. Egyébként önmagában a közegészségügy szerintem nem e-cigaretta ellenes. Erre mondjuk van egy pár jó példánk, hogy kórházban engedték annak a betegnek, aki nem tudott kimenni, rágyújtani, hogy bevigye az e-cigarettáját.
stb. Stb. Itt vapertársunk is van egyébként a fórumon, aki lábműtéte feküdt hetekig, és hagyták el cigarettázni a kórterembe. Nyilván nem egy 28-650-es móddal, de Hát az azzal én sem, mert egóját, hogy 26-650-es. vagy 26-650, bocsánat. Igen, itt ez félig meddig az én hibám, mert a brit rövid és tömör fabrikáltak Nem, és nem, 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 csak nyilván nem a most szorgalmas mondjákról, hanem tényleg a a döntéshozókról, döntéshozókról ahogy te van is mondod. szó ebben a dologban, és szerintem igazából nekünk valahol ezt az egészségügyben terjedő, föntről lefelé terjedő szemléletet csak alulról fölfelé tudnánk megállítani. Minél több nővér, egészségügyi dolgozó állna át és látná át ennek a hasznát, akkor szerintem ez egy nagyon pozitív változást hozhatna amúgy a megítélésben. De valóban ez a kettősség, ez a se nem dohányos, se nem dohányos, ez a legrosszabb csapdák egyike, ami lehet. Olyan ez kicsit, mint a rossz szülő, aki elvár tőled valamit. És mondjuk van valami jó kifejezés az angol nanny state-re? Mert régóta keresem, de nem tudom. Az a fajta államvezetés, ami mindenbe bele akar szólni, és meg akarja mondani, hogy neked mit, hogyan. Hát ez a nagy testvér. Nem, nem, Nagy az más, az testvér az mindenről inkább a tudni akar. megfigyelő, igen. Ja, a nanny state az helyetted is eldönti majd, Hát ez, mi a. én tudnék erre egy megfelelőt, ez a Viktor királysága. Nevektől függetlenül, tehát, hogy ez angolban van rá ez a remek kifejezés, hogy a gyerekfelügyelő állam, aki szigorúan irányítgatja a dolgokat, nincs rá jó magyar kifejezés, találjunk rá jó magyar kifejezést. Nem tudod, az e-cigarettára se tudtunk. Aztán megy nekünk. A fórumon És is elfelejtettem, hogy mit pörgött, akartam jut mondani. eszembe ez az e-cigis történet. Történet. Sehol nem lehet jót mondani, megtalálni, mert mindegyik kicsit erőltetett. Ez most egy kis mellékvíz. De hát olyan lesz minden, mint Grécsi tanár úr mondta mindig, hogy a nyelv alakul. Ugyanígy a történetek is alakulnak, és mindegyik megtalálja majd a legkisebb ellenállás felé vezető utat, és arra fele fog folyni. Ugyanúgy, mint mondjuk az e-ciginek a neve, bár szerintem Ez most már ez már a valószínűleg mi maradni. életünkben így fog maradni, igen. Ez Meg most van, már mit maradni felejtettem fog. Most már befejezem azt a fél mondatot azért is. Szóval, hogy olyan kicsit, mint a rossz szülő, aki azt várja, hogy csinálj meg valamit, amit ha megcsinálsz, akkor jó gyerek vagy, ha nem csinálod meg, akkor rossz gyerek vagy, és te kitalálsz valami harmadik megoldást, amivel ugyanazt az eredményt éred el, de azért kapsz egy marha nagy sallert, hogy hogy képzeled, hogy nem úgy csináltad, ahogy ő gondolta. Tehát pont ugyanez a reakció a WHO és az egyéb oldalához is, hogy mi az, hogy ezek itt maguktól megoldották ezt az egészet, és itt, hát ez felháborító, kérem. Ez csak úgy lehet, ahogy mi mondjuk. Ilyen ez az egész. Ilyen ez a pop szakma. Mondjuk Ilyen ez az egész. a probléma abból is adódik, hogy egyrészt túlnőttük az illegalitás határait. De sose ért, várjál, azért vigyázzunk ezekkel a szavakkal, mert sose voltunk illegálisak. Hát gondolom tudod, hogy mire gondoltam, tehát átléptünk egy kritikus tömeget. Na, akkor így, mert az nagyon szerencsétlen Elértük az szerintem. inger küszöbüket. Elértük Igen. az inger küszöböket, igen. Igen. Hát háttal nem kezdünk mondatot, de ha egyszer elérjük azt, mint a hazai kerékpáros klubok a Critical Mass-szel, akkor én nagyon boldog leszek. Mert azt mondták, hány év? 8-10 évig csinálták ezt, vagy még annyi sem? Hogy elérték a céljukat, innentől kezdve nincs tovább ez. Nem szerveznek évente kétszer Critical Mass-t, nem bénítják meg a várost, és én figyelem folyamatosan a kerékpárosokat. Örül a szívem, hogy egyre
több kerékpárost, bubist is most már lehet látni a városban közlekedve. Jó dolog. Tehát ezt várom el én is, hogy kiforja magát, valahogy ki fog alakulni ez, hogy mi a jó, mi az, ami az egyik másik oldalnak sem fáj annyira, ahol tudják egymást tolerálni, és majd csak lesz valami. Hát olyan még nem volt, hogy egy repülő fönn maradjon. Szerintem. Ez így van. Túlzott idealista vagyok, lehet. Igen, csak ugye a kerékpárosokat meg lehet mozgatni, vagy meg lehetett mozdítani. Ugye számtalan példát tudunk arra mondani, hogy milyen nehezen mozdul meg az e-cigarettás társadalom, és hát ha egyszer viszont elérjük azt a kritikus tömeget, hogy meg tudunk mozdítani pár ezer embert, akkor majd talán jobban ránk fognak figyelni. De addig nem. De a figyelemfelhívásról jut eszembe, és a mai nap nekem mindig a mellékvágányokról fog szólni ezek szerint. Régóta gondolkoztam, és tegnap meg is csináltam egy csoportot a Facebookon. Nem tudom, hogy legyen, srácok, hogy zárt legyen-e, vagy nyitott, vagy mi a túró, ezt megbeszélhetjük akár most is, hogy szerintetek mi legyen. Úgy gondoltam, hogy kicsit nyissunk mi is a social media világába, és csináljunk egy ilyen párásító csoportot. Hiába kérjük mindig az embereket, hogy kommenteljenek a weboldalon, úgyse fogják megtenni, csak azok, akik eddig is, ezúton is köszönjük nekik. Viszont ott azért ti is tudjátok, hogy mennyit lógtok a Facebookon, hogy sokkal impulzívabb a dolog, hamarabb elér hozzátok az információ. Ott viszont föl tudnák tenni azokat a kérdéseiket, amik nap mint nap felmerülnek, vagy hogy valami érdekes témájuk nekik is képbe kerül, és be tudnák egyből dobni, amit a következő adásban meg tudnánk válaszolni. Még gondolkozom, hogy lehetne mondjuk egy kicsit még online-abbra venni a figurát, hogy egyszer csak majd valahogy élőben tudják kommentelni, de egy első körre erre gondoltam, mi a meglátásotok? Meg kell próbálni, és szerintem ha nem próbáljuk meg, akkor soha nem derül ki, hogy van-e értelme, vagy nincs. És akkor lehet Szerintem vendég. nyitott csoport kéne. Nyitott? Nyitott, de... Nyitott, aztán legfeljebb szortírozunk. Mert épp tegnap dobta be jó témák, de hát ezek felkészülést igényelnek, és akkor elnyeri a funkcióját is a dolog, írta pont a gondolkozom a rendes nevén. Vukmir, mondjad már, Igen. hogy Bukmér, bukmér. igen, Bukmér, bukmér, igen. hogy gondolt olyanra, hogy házi modok készítése, praktikák, ötletek, mennyi ragasztó kell egy modba, ezt már csak én fűztem hozzá, hogyha már gavron, ez az, Gavron, mennyi igen. gavronizátor kell, természetesen a megfelelő biztonsági és emberi feltételekkel. Úgyhogy gyűjjenek szerintem a témák is, és az mindenkinek jó, hogyha olyanról beszélgetünk, ami mindenkit érint, vagy érdekel, inkább úgy mondom. Szerintem egy fokkal közvetlenebb lehetne, úgyhogy én szorgalmazom. Ja, Még jobb mindenféleképpen. lehetne, ha élőbe tolhatnánk az adást. De azt nehéz visszahallgatni. Jó, hát szerintem várjuk akkor türelemmel a kommentjeiket, és meglátjuk, hogy alakul, érdekel egyáltalán valakit, vagy sem. És akkor kibeszélhetjük a csodálatos 26650-es üvegfúvott HD-t, amiből az egész világon csak kettő van, az egyik nálam, a másik Gergőnél, meg ilyen Azt dolgok. gondoltuk egyébként, hogy így van. Én pár nappal ezelőtt már láttam a
Gergő HDC-t, csak nem akartalak letörni ezzel az információval, és ő sokkal nagyobb gőzteregetett rajta, de Az a málna miatt lehetett. Az biztos. Nyilvánvalóan a málna miatt volt. Az De azért nem lehet, mert hogy tegnap előtt csináltattuk meg, és addig nem is használta, tehát erős írói erős. csúsztatás. Hát akkor majd Gergő megmondja, hogy mivel gőzöl, de szerintem a HD-sz volt, Nem, hát nem? a, nem, az a, nem, biztos, hogy nem a Cerberus volt, mert most a Cerberus HD-s kombót csináltattuk meg. Ebből kazán, Charlie. Tessék? Ebből melyik a kazán? A Cerberus, az egy olyan mint, ami volt És az a... nem volt a Gergőnél? Hát úgy volt a Gergőnél, hogy ő is megvette, de nem üzemelte be. Mert ő nekem mutatott egy olyan kazánt, amin ilyen lapos levegőző nyílás van a két oldalán, és már nem tudom milyen modra volt, egy dupla aks és modra volt tekerve, és akkor mutatta, hogy mekkora gőze van. Az nem az volt. Jó. Ez még likvid szűz volt tegnapig. Nem vagyok egy ilyen gőzmozdony kedvelő típus. Hát az látszik rajtad, ne is haragudj. Hát ennyi. Én el vagyok a Typhoon GS Kuzi kombóma, tökéletes. Én azt Hát vettem nélkül. észre, hogy használom már pár napja így a HD-t, és kicsit már fura egy 26-os után kézbe venni egy pici 18-as aksis modot. Könnyű megszokni a méretet. Kitágította a tenyeredet. Igen, ennek köszönhető. Fú, de jó, kicsit leizzadtam, Készülök hogy valami mást mondasz. aztán. Kitágította a tenyeredet. Nagyon jó. Én most készülök összébb menni 18-3, úgyhogy számomra elképzelhetetlen, hogy a 25-50-es lővel fogtam már a kezembe, de nagyjából önvédelmi fegyver hangulata volt a dolognak. De ezért szép ez a popszakma, nem? Hát mindenki olyat használ, amilyen ez kedve van, meg tehetsége, meg úgy érzi, hogy az kell neki. Igen, ez tartatatlan állapot. Jöjjön be fejlő nővéhez, és mondja meg, hogy miért használhatunk. Így van, eldobható, lehetőleg. A ceruza ellenes az már, na, ne, olyat ne. Egyébként csak zárójelben mondom, amikor a megint mellékvágány. Amikor elmentünk a homokfújóhoz, és odaadtuk a kezébe, akkor hát nem tudjátok elképzelni, milyen pillanatok alatt kész volt, úgyhogy mondjuk egy tökéletesen maszkolt készüléket vitt a két géniusz, azaz Gergő és én. De a Igen. következő reakciója az volt, hogy ez mi? Hát mondom, elektromos cigaretta. Egyből gondoltam, elektromos cigi. Ez mennyibe kerül egy ilyen? Hát mondom, tudod, így próbáltam, hogy látom, cigizik, mondom, nem tudom, mennyit szívsz, meg vannak ezek a picik, meg azt mondja, picivel nem foglalkozunk. Egy ilyen mennyibe kerül? Hát mondom, egy ilyen olyan, hát, hogyha nagyon komolyat akarsz, akkor olyan 25 ezer körül, és akkor már minden kész van? De hát aksi kell hozzá, meg töltő, meg a tetejére kazán, de mondom azt, kínálva fillérekért lehet. Jó, számold össze, nekem kell egy ilyen, ez engem érdekel. Mondom neki, hogy jó, adok majd akkor valami árat rá, hogy kitaláljuk, hogy mi meg hogy. Azt mondja, a homokfújás ne számolt bele. Jó, mondom, akkor az kimarad. Úgyhogy, és ez nagyon jól kötődik egyébként ahhoz a témához, amit én a sajnos kategóriába írtam, mert hogy múlt héten évfolyam találkozónk volt, 20 pár éves általános De jártál iskola. iskolában? Hát többnyire mellé, de vannak ismerőseim bentről, és elkeserítő volt. Tehát tudjátok, az elején beszélget az ember, deréglátalak, mi van veled, hogy alakult az életed. Hát azért csak 22-3 év eltelt, és utána, amikor az ember kajál, iszik, és utána elindulnak a bagósok kifelé. Aztán egyre több. És aztán már inkább kint van mindenki. És
Nem is volt nálam extrém, higgyétek el, nem volt nálam extrém a kijárós Azt GT. nem tudjuk elhinni. A kijárós GT volt nálam egy ájjal, és úgy próbálgattam, direkt a Lego drippet vittem, nem mondom, a végéről letekerek két elemet, és akkor kóstoljátok. Á, nem, ez károsabb, nem. Azt hiszem, talán két emberrel tudtam megkóstoltatni, voltak kint, vagy 8-an, 10-en, de... És nem. Én meg tudod, nem akartam ebbe a meg nem értett proféta szerepbe kerülni, és fölállni egy hordóra, és onnan hirdetni az igét, de tökre nem volt jó érzés, hogy inkább szívták a cigit, és ráadásul tudjátok, anyukák, meg mit tudom is én, az nem, nekem az olyan visszatetsző volt. Nem, kicsit szomorúvá is tett a dolog, de úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor, ahogy gondoljátok, biztos nem láttatok még Fain Dual Drippert, ami olyan gőztereget, hogy ez kismiska ahhoz képest. Viszonylag biztonságban éreztem magam, mert nem volt ott Blacky, aki a tarkómra csapna, hogy Az biztos, hogy piros pacsit tett volna a tarkódra egy ilyen cucca. múltkor is kaptam a Hades videóért, amit fölraktam, hogy nincs ott a videó végén, hogy ne próbáljátok ki otthon. Hát mondom, Blacky, ez egy teljesen unalmas 3/10 ohm, tehát nem tud még azt se kárt tenni magával, aki szeretne. De no mindegy, nem is az ohmok itt a lényegek, hanem a hozzáállás. Ez a... Te voltál a fura bogár. Igen. De persze voltak ott csajszik, akik direkt úgy álltak, hogy hát azért inkább rájuk sodorja a gőzt a szellő, és nekik tetszett azért, de mikor mondtam, hogy hát akkor itt van, kóstolja, nem, biztos káros, hogy mi van benne, meg hogy van, meg nem ebbe van a fagyálója, aj, mondom, jó, hát én ahhoz már eleget ittam, hogy elkezdjem nektek ezt mesélni, úgyhogy mondtam, hogy nem akarom, hogy sértődés legyen, inkább ne beszéljünk erről, csak használja mindenki azt, amit jónak lát. Úgyhogy, hát ennyi volt, nem térítettem meg senkit. Csak a homokfúvót. Viszont a kínaiak térítettek, nem is kevés lóvét. A GlaxoSmithKline kapott Kínába egy 490 millió dolláros bírságot megvesztegetés miatt. Hát nem tudom. Gyorsan átfordítom, mert nagyon sok mű van benne. Ez Igen. 117 és fél milliárd forint. Úristen, mennyi kezdőszettet tudnánk belőle venni? Azt akartam kérdezni, van ilyen számológép nálunk, amiben ennyi nulla belefér? Van, jó kis Windows-os kalkulátor, megmondja a tutit. Ez valami Ennek ördögtől való dolog, ez a Windows-os kalkulátor. Van mennyi? egy nagyon Mennyi, Krisztián? 100? 117 és fél milliárd. Nagyon sok. Várjál már, most már ne idegelj föl. Beírom a nagyon kulturált OSX-be, hogy kalkulátor 117, 1-2-3, 117 ezer, 1 millió 7, 11 millió, 117 millió, és ahhoz még jön 3 nulla akkor. Mihez? Hát ez Ezre. 117, és mögötte 9 darab nulla. 3, ha, annyi. Hát Ja. ez borzasztó sok. 117 és fél milliárd. Hát ebből 9.791.166 kezdőkészletet tudnánk venni 12.000 per darab áron. De ennek... Egy egész Magyarország ehetszik a Elmondhatnánk magunkról, rendbasztal. amit mindig elmondunk, mikor ilyen nagy okosokkal vagyunk körbevéve, hogy 10 millió e-cigarettás országa vagyunk. Igen. Van viszont két nagyon-nagyon vészjósló olvasata, vagy bajós és kellemetlen olvasata is ennek a hírnek egyébként, a viccesen kívül, hogy hehe, megszívta az ESK, hehe, megszívta az ESK. Két nagyon kellemetlen oldala ennek a dolognak, az egyik az az, hogy a gyógyszeripar bizonyítást nyerten, nem mintha eddig bárkinek Lett volna bármiféle térképzetei lettek volna ez ügyben, igen, tévképzete, igen. hogy ezek igenis
hogy hívják, lefizetnek embereket, ahol Kőkeménye. Kőkeménye. nagyon zokszó nélkül. A másik negatív olvasat ennek a történetnek meg az, hogy ez a 490 millió dollár meg se pottyan nekik. És ez csak a kínai piacon tevékenykedő leányvállalatának a bírsága. Az egész Vaper fronton a WHO és a gyógyszeripar oldaláról ilyen monstrum, monumentális óriások vannak az egész egészségügyi negatív elcigis nyomás mögött, akiknek 490 millió dollár mellén zsebből kicsengetett valami. Elképesztő, egészen elképesztő. És itt van kis forbafingó közemberek, és ével szembe pörsenteni nagyon keményen. Igen, ez csak nekünk elképesztő. Ugye az az elképesztő, amekkora a kínai piac. Tehát azon a piacon a gyógyszergyárak óriásit kasszálnak, tehát nem ekkorát, hanem nagyságrendekkel nagyobb a bevételük. Igen, és az az elképesztő, hogy egy a semmiből és semmilyen támogatást nem élvező mozgalomnak kell ezekkel megküzdenie. Tehát az az elképesztő. Tehát ez a Dávid és Góliát, az semmi. Tehát érted, két nagyobb volt Dávid, vagy háromszor kisebb volt Dávid, mint Góliát, de itt nagyságrendi különbségek vannak az e-cigarettások és a gyógyszer és dohány lobby között. Egyszer ebből akkora monumentális három részes hollywoodi szuperprodukció készülhet a történetből. Igen. El tudom képzelni, tehát így a Ben Hur mintájára, hogy lesz majd ilyen Vaper fogat. És akkor ott gőzölnek végig. Szerintem a Charlie fog elölmenni. A Gergővel. Igen, igen, azt úgy képzeltem el, hogy a mi az Isten az? Ez a harci szekér. Valami ilyen kis nyüzüge, mondjuk a Gavron fogja a lovakat, természetesen hat lovat képzelek el, és mint a Ben Hurban tudjátok, jobbra-balra a kerekekből azok a tüskés dárdák kiállnak, és Gergő, én balkezes vagyok, tehát a bal oldalon állok, a Gergő a jobb oldalon, és a homok fúvott Cerberusunkból toljuk az istentelen nagy gőzöket. Hát lehet, hogy most fölkeltettük Hollywood érdeklődését egy ilyen film iránt. Hollywood is minket hallgat, igen. Igen. Nehogy a jövő héten legyen egy e-cigarettás filmforgatókönyv Hollywoodba. De még ehhez félig meddig szervesen kapcsolódik a téma, egy ilyen kis rövid cikk arról, hogy az Európai Légzőszervi Közösség, aki ugye nagyon elektromos cigaretta ellenes, és hú, vegyétek át a szót, kérlek szépen, mert közben megjött kint. Na, én átvenném a szót, hogyha a linket meg tudnám nyitni. Ja. Tehát ott tartott Krisztián, hogy az Európai Légzőszervi Közösség, akinek már neve is olyan csábos. Világ tüdejei egyesült. Világ tüdői, igen, ez az egyesült tüdők. Mondta, én megjósoltam. Tehát. És ugye ők keményen kiálltak az Európai Tüdőgyógyásztársaság kiadott egy nyilatkozatot, amiben keményen ellenezték az elektronikus cigarettát. És hát az ő kutatásukat többek között a Pfizer gyógyszeripari cég támogatta, és a nagyon-nagyon hírhedt Chantix, amelyik egy ilyen dohányzásról való leszoktatást segítő szer, az az ő termékük, és hát nyilvánvalóan rettentően féltik és gondolom, hogy ez látszódhat az eladásokon, hogy egyre inkább fordulnak inkább az e-cigarett felé az emberek, mint a más dohányzásról leszoktató gyógytermékek felé. Ugye mi mindig külön kihangsúlyozzuk, hogy mi ezt nem tartjuk leszokásnak, vagy leszoktatásnak, miután a
nikotin bevitel megmarad az egész procedúrából, de az a pár ezer káros anyag az meg kimarad a sorból, ami a cigaretta füstjében bújkál. De ez sem teljesen igaz egyébként, mert mindenféle, tehát anélkül vittem le hármasra, kicsivel több mint 2 év alatt a likvid erősségét 12-ről, hogy nem ez volt a cél. Tehát Igen, igen, tehát az egy tendencia egyébként az e-cigarettás körökben, hogy kezdik egy 18-assal, mert ugye a nikotinészség az fönnáll, és aztán amikor megszokják az e-cigarettát, szerintem egyébként a cigarettázásból is, amikor megkérdezel valakit, aki leszokott, hogy mi volt, ami hiányzott, a mozdulatsor, az, hogy nem tudom én, elpöcköled a csikket, hogy előveszed a dobozt, hogy kinyitod, kiveszel egy szálat, az a szertartás, hogy meggyújtod, beleszívsz, és akkor elmész a semmi szobába egy kicsit. Tehát ezek a dolgok azok, amik ilyen szertartásszerűen megmaradnak az emberekben, és ha ezt le tudja küzdeni, akkor már csak a nikotinészség marad, amit ugye egy 18-as levessel azért elég jól lehet kompenzálni, és aztán erről gyönyörűen le lehet jönni, mert már érzi, hogy kaparja a torkát, mert már sok, mert már nem hiányzik ez, és akkor meg lehet állni egy 3-as, 6-os mennyiségnél. Én egy picit szoktam még, hogyha kellően fölhúzom magam, akkor még van olyan, hogy nyúlok egy pár egy csepp nikotin után, de egyébként már az sem hiányzik nekem. Na de visszatérve az Európai Tüdőgyógyász Társaságra, az ő 2012-es éves találkozójukat a következő cégek támogatták. Ugye már elhangzott a neve a GlaxoSmithKline-nak, de az AstraZeneca, a Boehringer, az Actelion, az Intermune, a United Therapeutics, ez mind őket szponzorálta, ezek a gyógyszeripar vezető egyesületei, illetve gyártói. És ki is osztottak ezen a találkozón egyébként a szponzorok díjakat, kaptak különböző ajándékokat, rengeteg szponzorálási lehetőséget, úgyhogy gyakorlatilag abszolút látszik, hogy a gyógyszeripar teljes mellszélességgel az e-cigarettát támadó. Szerintem egyébként ezek ilyen mondva csinált egyesületek. Ez olyan, mint az angol tudósok megállapították, és akkor ez mindenki dől be a bokorba. Úristen, az angol tudósok megmondták. De kik azok az angol tudósok? Az van ezekkel, hogy nagyjából évekre visszamenőleg nincsen olyan összejövetelük, megmozdulásuk, díjkiosztójuk, bármi, amiben ne gázolná térdig a gyógyszeripari cégekben, akik ezt finanszírozzák, és hát ők az egyik legnagyobb ilyen európai társulás, aki nagyon mereven elutasítja az elektromos cigarettát, sőt támadja az elektromos cigarettát, és mindeközben ezt a tényt, hogy kifizeti őket, egyáltalán nem reklámozzák, sőt. Jó, de hát ez ugyanígy van a WHO kapcsán is, Krisztián. Hát persze, ez ugyanaz, csak kisebb. Csak kisebb, illetve látványosabbnak tűnik szerintem, de miután az USA kivonult annak idején a WHO finanszírozásából, nyilván a WHO-nak valahonnan pénzhez kellett jutni, és hát gondolom készségesen álltak ezek a cégek a rendelkezésére. Igen, ez amúgy múltkor beszéltünk róla, hogy a WHO éves bevételi nyilatkozatairól, vagy hogy hívják ezt, ott szerepel, hogy 44% egyéb források. Vajon kik? Igen, igen. Biztos nem mi dobtuk össze nekik. Valószínűleg nem az e-cigarettások dobták össze a WHO működéséhez szükséges pénzösszeget.
Hát ezek olyan... Elnézést, közben visszajöttem, elnézést az intermezzói, csak itt nálunk még mindig forgások vannak, és gyorsan tevékenykednem kellett, és pont a kerülés közepébe. De már vagyok. Gyorsan kifestettél egy fél szobát? Nem, hát... Nem, a fél kezemet. Krisztián gyors reagálású hatest volt. És akkor, ha már a WHO-nál tartunk, ugyanakkor a múltkori adásban már volt róla szó, az Európai Vaper Közösség nyílt levéllel fordult a WHO vezetőjéhez. Mielőtt és, ezt felolvasod... Nem olvasom föl, de nem, mert... akkor várjál. Mielőtt ezt elmondod, pont egy kérdés a párásító Facebook csoportból, hogy wow. Tudnánk-e tisztázni a nyílt levél fogalmát és terjesztési módját? Esetleg meg lehetne hívni egy nyelvészt az MTA-ból, és a többi, és a többi. Köszönjük szépen Gőzduda gőztársnak a kérdést. Ezt ő tette föl. Nyílt levelet általában ugye van kétféle levél van. Az egyiket borítékba teszed, elküldöd, a másikat pedig közzé is teszed. Tehát nem elég, hogy elküldöd a címzetnek, hanem valamilyen nyilvános fórumon közzé teszed. Az EVUN nyílt levele az EVUN tagországok összes egyesületének orgánumaiban megjelent, illetve mi is a saját oldalunkon, a Facebook oldalunkon, és azt hiszem én is, meg, nem vagy azt hiszem, hanem én is megosztottam a saját oldalamon, és mindenkinek ajánlom egyébként, hogy minél több helyen jelenjen meg, mert egyrészt nagyon jól tükrözi az európai helyzetet. Másrészt, aki nem is elcigarettázik, de mondjuk mert az ismerősöm tette föl, beleolvasok, az is látni fogja azokat a visszaságokat, illetve azokat a problémákat, amik minket, mint elcigarettásokat igen-igen keményen érintenek. De mondom, rengeteg orgánumon úgy tetten érhető a levél, és ez pontosan úgy időzített az európai szervezet, hogy a COP6 előtt, ez olyan szép név ez a SOP6, na mindegy, a COP6 előtt tette közzé a levelet, és minden tagállam lefordította a saját nyelvére. Ennyit kell tudni róla. A roppant fantáziadús. SOP6, ami a konferenciapárt, ami annyit jelent, hogy a résztvevő konferenciája. A résztvevő hatodik konferenciája. De, na, szóval ez egy egyébként igen jól megfogalmazott levél. Néhány helyen elég nehéz volt az angol fordítást visszaadni jól magyarul, de szerintem minden lényeges dolog átjön, amit a levél megfogalmaz. És aztán, ugye, ha már még mindig a vádaskodásoknál tartunk, jött egy nagyon érdekes cikk a Nursing in Practice internetes magazin közölte le, amiben pont az egyik ilyen ellenünk fordított vesszőparipára reagáltak egy kutatásban, hogy vajon a fiatalok mennyire szoknak rá az e-cigarettára. Ez megvan? Megvan, csak közben eszembe jutott, hogy ez a kutatás, és hogy milyen szar lehet az angol tudósoknak. Mert végül is, kutatnak. Bazd meg, nem az, tehát én egy angol tudós vagyok, és mindenki beskatulja az angol tudósok. Szóval elég nehéz lehet nekik. Kifejezés, ez helyesen brit tudósok. Bocsánat, brit tudósok. Igen, hát az mégiscsak valamivel felsőbbrendűségi érzést is kell kelteni. A brit tudósok. Már csak az lenne jobb, hogy a brit birodalom tudósai, és lehetne még egy picit kicsinyítő jelző, ez a
koronagyarmat tudósai. Brit Királyi Tudós Társaság tagjai. Ne fokozzuk. Tehát gyakorlatilag a cikk egy kutatást ismertet, amiben azt kutatták, hogy az e-cigarettával kik kísérleteznek. Tehát kik kezdenek e-cigarettát használni, és ugye azt találták, hogy az e-cigarettával kísérletezők 90% az mind dohányos. Tehát nem, egyébként nem is értem, tehát annak idején gyerekkorunkban már amikor a Krisztián felolvasta a blogbejegyzést, már akkor eszembe jutott, hogy én 15 évesen kezdtem el dohányozni, és nem azért, mert jó. Tehát azért, mert más is szívta, és fú, az milyen kurva jó dolog volt, hogy akkor már én is odaállhatok a nagyobbak közé, és tudom őket kínálni cigarettával. Ezért most ezek a dolgok pont elmaradnak az e-cigarettával. Tehát így jön hozzám egy ilyen dohányos, és akkor adjam egy 100 cigit, akkor én vigyorogva kihúzom a zsebemből a kuzimodomat, azt mondom, hogy ne haragudjál, de én e-cigarettázok. Tehát maximum likvidet tudok adni. De ez még annyira nem elterjedt szerintem. Tehát mások a... Amúgy sem szívesen dugdosod más szájába, tehát maximum drip tip cserével megy, akinél meg drip tip van, az jó eséllyel vaper. Tehát... Hú, innen látszanak akkor a vaper barátságok, hogy mit tudom is én, ha a Gerivel összefutunk és kóstolgatjuk egymás cuccait, akkor csak ez a pólóban megtörlöm és szívjad. Szóval igen, a vadidegeneknek meg fertőtlenítő szerrel lekezelni. Az a Geri, akinek óvodában om volt a jele? Nem, az a Geri, akinek óvodában... Tuákoljog volt a jele. Óvodában szürkehályog volt a jele. Mert azt nem hallottad, Krisz, megjelent, vagy nem megjelent, valaki föltett egy képet, hogy ilyen egy vaper buli, és egy szürke kocka. Érted, remélem. Te voltál, igen. Na, ő ezt megcsinálta élőben, mert hát azt mondta, hogy hát nem élet az élet, ki kell próbálni, és gokartozás előtt a sisak már a fején beleszívott a cigit, magára zárta a sisakrostét, és kifújta a füstöt. Úgyhogy, ja, ilyenek is vannak. Na, a lényeg, mi lényeg, hogy ebből a kutatásból az derült ki, hogy egyrészt nem növekedett azoknak az aránya, akik fiatalként mondjuk megkóstolták az e-cigarettát, hogy kísérleteztek vele, illetve akik, azok is hiba határ alatt vannak. Tehát gyakorlatilag ki lehet jelenteni azt, hogy a fiatalok nem térnek át a semmiből az e-cigarettára. Viszont a cigarettát még mindig sokkal-sokkal többen kipróbálják, mint az e-cigarettát. Ami szemszögünkből, ugye, mert milyen barmok vagyunk, még azt is mondhatnánk, hogy na azt kéne vizsgálni, hogy azok, akik cigarettát próbálgatnak, azok miért a cigarettát próbálgatják. Tehát ha már szart kell adni a gyerek kezébe, akkor miért a halálost próbálgatja? Ezzel most nem azt mondom, ugye Krisztián itt az élő példa, aki megvárja, míg nagykorú lesz a nővéred, nem nagykorú, még vagy a hugod, bocsánat. A nővéred nem nagykorú? Ezt gondoljuk végig még egyszer? Hugod. Ahogy ki ma... Olyan fiatalos a Krisztián, tudod. Igen, igen, és a szülei úgy engedték csak el érettségére bulizni, hogy van nálad, fiam, 6 pakli cigi? Nem csak 4, akkor várja, még adok 2-t. Adok 2-t. Egyébként te hány évesen kezdtél Krisztián cigarettázni? Én kérlek szépen, ezt mindig ki kell számolnom, én nem emlékszem, hogy az alkohol vagy a cigaretta volt. Úristen, és ilyen embereket hallgattok ti, kedves hallgatók.
Nem Nem, hát emlékszem. 20 évet dolgoztam, 30, 13 évesen kezdtem dohányozni. Igen, 13 évesen kezdtem dohányozni. Ez meglehetősen easy. Hetedikes voltam. Ja. Az easy tényleg. Úristen. 15 évesen kezdtem. Mondjuk szívtam. Fú, na ezt is ki kéne számolni. Volt egy kedves osztálytársam, egy lányzó volt, és ő szeretett 35 év. begyűrni az idősebb, már szakmunkás képzőbe járó 20 évesekkel, és onnan ilyen kifogyhatatlan cigaretta készlettel rendelkezett, és így aztán nem volt nehéz belevonódni a történetbe. A fórumon, meg mindenhol általában ez folyamatosan visszaköszön nekem azóta is. Az egyik a málnás likvid, a másik meg, hogy mindenki leírja egy történet, eszébe jut, hogy atya úr is, még Oszi is múltkor, és gyorsan még leírja kétszer nagybetűvel, hogy történet, történet. Újra, viszont mi mielőtt elfelejteném, akkor az úton tiszteletbeli brit tudósá szeretném olvasni Gergőt. Mert állandóan az életével játszik. Ó! És határtalan a kísérletező kedve. Így van. Mindenki az életével játszik, aki kimegy az utcára egyéb iránt szerintem. Csáni, te közben mást olvasol, hogy ilyen lassan beszélsz? Nem, a megfontoltság látszatát próbálom ébreszteni bennetek. A Tehát, lassú beszédnek. miután ma én vagyok a tudományos tárház, ezért még ezt az egyet beszéljük ki. A jó farszalinozdoki reagált a WHO megbízásából az e-cigaretta felülvizsgálatára készült mi ez? Nem tudom mi. Cikk. Vagy kutatás, vagy fölmérés kapcsán, és gyakorlatilag Krisztián, te neked meg van nyitva ez a cikk? Ez most melyik? Ez a, hogy a tüdő képes-e méregtelenítésre, Ja mint. nem, az nem, az nincsen megnyitva. Na, ő erre reagálva leírta, hogy gyakorlatilag a három olyan egységet lehet megkülönböztetni a testünkben, vagy a testünkön, a testünkben és a testünkön, amelyiken Emberi keresztül szervezetben. az emberi szervezetben, amelyiken keresztül a szennyező anyagok ürülnek. Ugye az egyik a bőr, a másik az a kiválasztó szervek, tehát a máj, a vese, a harmadik az pedig a tüdő. Tehát itt az a kutatás, amit a dohánygyárak pénzeltek, az arra ment ki, hogy a tüdő nem képes egyfajta öntisztulásra, de igen, tehát aki áttér a vépelésre, annak egy idő után kimutathatóan tisztul a tüdő felülete is. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy tehát a tisztulás az nem olyan lesz, hogy bedobjuk a mosógépbe Nem a ám, nem. piszkos ruhát, és 10 perc múlva kész van, hanem itt akár évtizedekről is beszélhetünk, amennyi idő alatt regenerálódik, vagy hogy is fogalmazzak. És pont ezzel kapcsolatban azt néztétek, sokszor lehetett látni már hasonló videót, hogy mi kerül az ember tüdejébe, és stílusos a blog Jó, az nagyon egyébként. durva. Ez a füstleves blog, nem sokat pedig, csak 400 szál cigarettából csinálta a srác, a kísérletező kedvű fiatalember, vagy ember, egy ilyen kátrány masszát. 400 cigi, az hány pakli? Most csak 20-szal számolunk. 40. Ja, Az 400, várjál, 10, nem. az 20 doboz, az neked 20, mennyi idő 20, alatt igen, fogyott el, két karton. Krisztián? Két karton, 20 doboz. Az Igen. egy 5 nap, hétfőtől Na, péntekig. kerekítsünk, hogy egyszerű legyen, az egy hét. Egy hét alatt meg lehet nézni. Persze, hát ez annyira nem tudományos, mert lerakódik a nyelve, de én például azt a saját példámon tudom, hogy még én cigarettáztam, roppant gusztustalan dolog, de egyébként nekem annyira kellemetlen íze volt a ciginek, a nikotinbevitel mellett, hogy én folyamatosan köpködtem. Én nem nyeltem Mint le. egy kocsis.
Igen. Szégyen, nem szégyen, én nekem az az íz borzasztó rossz volt, és én folyamatosan füvön, betonon, mindenhol köpködtem. És ezt is. Tehát ez nem lehet mondani, hogy 100%-ig ez kerül a tüdődbe, mert aztán 2 hónap múlva a torkodig érne ez a kátrány, de szemléletes azért, hogy mi lesz, vagy mi van a cigarettában, úgyhogy ezt a videót is Annak berakom majd. idején volt egy ilyen Szipka Superfilt. Arra gondolsz, amilyen a végén ilyen kis üvegszerű áttetsző Nem, volt, egy nem, kis. nem, 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 nem. Az első Szipka még jó atyámnál láttam, az egy ilyen részbetétes Szipka volt, és állandóan törőgetni kellett. És arra emlékszem, hogy olyan írdatlan büdös volt, és annyi kátrány rakódott ki ezen a szipkán, amiről te beszélsz, az azt hiszem a káki szipka volt, amiben Egy ilyen kis piros kis lemez volt. ezek voltak. A Superfilt az egy ilyen részbetétes szipka volt, ott nem lehetett cserélni. Tehát ott meg kellett tisztogatni Hát ez, na most itt is a csere mi volt, kidobtad, mert ezt ilyen blisterekben árulták, 10-es vagy Nem, nem. Tehát 20-asban. a Superfilt az nem Jó, cserélhető. de próbáljunk már fölnőni a kérdéshez. Tehát most te azt mondod, hogy mi volt gyerekkorodban. A legtöbb ember még nem is élt akkor, mikor te még ilyeneket láttál. Ó. Na mindegy, maradjunk annál, hogy ezek a filterek. Egyébként én akkor, mikor cigiztem is, és ilyen a kezembe került, nem is azon gondolkoztam, hogy ez milyen jó, mert tisztább füst kerül a tüdőmbe, hanem milyen jó lehet ez annak, aki le akar szokni a dohányzásról, mert ez rohadtul szemléletesen gyűjtötte össze a kátrányt, és láttad, hogy basszus, egy fél doboz cigit szívtam el, és tele van ez a kis pici ilyen kátrányszűrő, vagy minek nevezzem. Úgyhogy ott volt, hogy napokig nem gyújtottam rá utána, meg én is így kísérletező kedvből szétszedtem, de valami pokol büdös volt az a meg olyan gyantás. Nekem ebben a videóban azt tetszett a legjobban, hogy az elején, amikor elindul, akkor akkurátusan gumikesztyűben bontja ki a karton doboz cigiket, és szedi ki a cigit a dobozból, és a videó végén, miután kifőzte, lepárolta, elpárolgatta, és maradt a kátrány, több az Azt meg megcsúszta kézzel, a kezével töri. maszatolja a szarat. Fú, igen. Igen. Úgyhogy, hát, ja, lehet, hogy ez nem annyi idő alatt ez izzadt a tenyere, és ez zavarta, de az kemény volt, hogy milyen porózus, fekete, mint a homokkő olyan volt, és törte szét darabok, és amellett meg mégis olyan volt kicsit, mint a homokkő, meg a milyen törökméz, ilyen nyúlós, Igen. ragacsos valami. Na mindegy, hát ilyen törökmézet nem Szerintem akarok enni. a kátránynak biztosan azért van török méz jellege, hogy a fiatalokat rászoktassa a dohányzásra. Igen. Elképesztő. Borzasztó. Túl az 1 órán, fiúk. Én már múltkor is el szerettem volna mondani, egy régebbi podcastünkben megemlítettük az arcba robbanós cigaretta történetet, és ez már a múlt héten is elmaradt, hogy kiderült, hogy mi okozta ezt a balesetet. Melyikre gondolsz, a Az, kocsmában? amiről a kocsmai, amiről tudod, volt az a videó, hogy Igen. a pult Alatt mellett, igen. alatt volt, és kiderült, hogy ez egy. Most gondoljatok el egy 450-es egót, amit egy 1500, de egyébként én úgy tudom, hogy az iPad töltője az 2000 milliamperes. Jól tudom? Igen, várjál. Tehát Erősen gondolkozom. ezt egy iPad töltőre tették, és hát ugye már akkor is beszélgettünk ott róla, hogy valószínű, hogy ott azért nedvesség is közrejátszhatott, illetve hát pont a pult alatt, ahol ugye a pulton csak csöpög ez az amaz. Na mindegy, szóval most azért kiderült, hogy ez nem egy szabványos egótöltőn történt ez az apró baleset, hanem egy iPad töltőre dugta a szerencsétlen a 450 milliamperes egó akkumulátort, és
hát nyilvánvalóan ezt a két amperes töltőt elég rosszul viselte az egyébként 450 milliamperes Ego. Úgyhogy Ezért kell ennyi. minőségi töltő, akkor is, hogyha kicsi bolhafinginyi 450-es vagy 650-es vagy akármilyen készülék van, mert Minőségi és hozzávaló töltő. igen. Jó mondod, mert az Apple az egy minőségi töltőt gyárt, csak nem arra kitalálva és nem olyan áramerősséggel, ami az e-cigihez való. De ugye nem tudjuk, hogy ez lehet, hogy egy után gyártott iPad töltő volt. Tök mindegy, akkor is szóval kreténség volt. Ennyi, nem rendeltetésszerűen használnak és töltenek egy litium-ion akkumulátort, ez van. Ez történik, igen. Mint ahogyha csomagot rendel, se biztos, hogy az van, amit gondolsz, amikor odaér a csomag. Ha mesélni tudna a csomag, akkor elmesélné nektek. És ezennel bevezetjük az új média blogunkat, amivel szándékunk szerint minden adást zárunk. Itt lesz majd könyv, YouTube videó, film, ami éppen eszünkbe jut. Ez a, hogy is mondták Ajánlás. ezt régen, a Királyi TV-n volt ez a, mindig mondtak verset. Mi volt annak a címe? Versmondó lány. Nem, te hülye. Vers mindenkinek, Vers vers mindenkinek. mindenkinek. Ez lesz a kultúra mindenkinek Kultúra rovata. mindenkinek. Tehát ez egy sokkoló FedEx összeállítása arról, hogy a csomagszállító cég hogyan szállítja a csomagjait. Természetesen ez nem nálunk, ez egy amerikai összevágott videó, És mondjuk de el, azért védjük a sejtünket, hogy ez persze mind az elme szüleménye is, bármilyen a összefüggés vagy hasonlóság a hasonlóság a valóságnak valósággal csak a képzelet az csak a szüleménye. képzelet szüleménye, így van. Azért Fifika annyira olyan gonosz vagy basszus, akasztott ember házába kötelet fogadni, nekem most csomagról beszélni. Nem baj, nézd meg a videót, lehet, hogy jót fogsz rajta derülni. Már csak az kéne, hogy kitaláljuk, mi legyen a mostani adásnak a címe. De mivel Krisztiánt ilyen sokáig kellett nélkülöznünk, a jó, a rossz és a csúf újra együtt van, úgyhogy, na mi legyen? Mondd ki, Charlie, mondd ki, mire gondolsz. Nem tudom, egy illés, vagy nem tudom én, melyik magyar együttes volt ez a Mert újra itt újra itt van. van a nagy csapat. Igen. Vagy csapat. Ne énekeljünk, az Nem, nem tesz igen. És a abban a hallgatottságunknak. pillanatban, ahogy az első hang elhagyta a torkomat, rájöttem, hogy nem kéne erőltetni, úgyhogy Most vesztettük el a hallgatóink felét. igen, akkor már csak mi vagyunk hárman. Mert egyik Andor, a másik Attila, a harmadik az én édesanyám, mondjuk, és akkor ennyi. És az Otto. És az Otto, milyen Otto? Otto. Úgyhogy akkor legyen ez szerintem, ha jobbat nem tudtok, újra itt van a nagy csapat. Jó, legyen. Uraim! Megnyelek egy nagy, ezt a brit szörnyűséget, akkor jövő hétre hagyjuk. Jó. Az jövő is aktuális lesz. És akkor említsük meg még egyszer. facebook.com/groups/párásító, be fogjuk rakni a linket, oda várjuk a következő adáshoz az ötleteket, a Párás témákat. para. Hát természetesen a Facebooknál és URL címnél parasztba nyomjuk, parasító, de ha rákeres az ember a Facebookon, csak beírja a keresőbe, hogy párásító. Már bejön. Igen. Nyilvános csoport. Átállítottam nyilvánosra, úgyhogy csatlakozzatok, sokasodjatok, és tegyétek föl minél kulturáltabb formában a kérdéseiteket. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
Egy élmény volt. Sziasztok!